Nevem Bojtos Zoltán és 2011 óta foglalkozom ganaterápiával és hálózatépítéssel. 2023 szeptembere óta ez a fő foglalkozásom. Sikerült kidolgozni magamat a mókuskerékből és ahogy mondani szokták, kirúgtam a főnököm. Az értékrendem a következő öt pilléren nyugszik. Ez hozom a döntéseimet és ezek alapján segítek azoknak, akik hozzám fordulnak. Az egyes a tisztelet. Azt tartom, hogy mindenki úgy gondolkodik, ahogy akar. Olyan Istenhez imádkozik, amilyenhez akar, ha ezt a jogomat nekem sem vitatja el. Jól tolerálom, ha valakinek más a véleménye, mint az enyém, ha ő is tolerálja az én eltérő véleményemet. Nem vagyok hajlandó bőrszínben, származásban és vallásban gondolkodni. Kettes a megbízhatóság. Szívesen dolgozok együtt olyanokkal, akiknek adni lehet a szavára. Gandhi azt mondta, te magad légy a változás, amit a világban látni szeretnél. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol a becsületesség és a megbízhatóság erény és nem ostobaság. Ezért soha nem leszek udvarjatlan vagy gerinctelen senkivel, az ígéreteimet pedig mindaddig betartom, amíg van pulzusom. Ha valamiben nem vagyok biztos, akkor nem ígérem meg, ez ilyen egyszerű. Hármas a tudás. Amióta ezzel a tevékenységgel foglalkozom, folyamatosan képeztem magam. Mindig kerestem azokat a pontokat, ahol képzésre szorultam, és szerencsére ezeket mindig meg is találtam. Ezért folyamatosan sikerült a korábbi eredményeimet mindig felülmúlni. A tudás hatalom, ezt tartja a mondás. Az olimpiát úgy is meg lehet nyerni, ha magasugrásban mondjuk, ha többi indulónak eltöröd a lábát, meg úgy is, hogy addig gyakorolsz, amíg te ugrasz a legmagasabbra az olyan siker, ami mögött nem teljesítmény van, hanem csalás vagy ügyeskedés, azon semmi tisztelni való nincs szerintem. A négyes a kitartás. Minden tiszteletem azoké, akik nem csak addig dolgoznak a céljaikért, amíg el nem fáradnak, hanem addig, amíg el nem érik azokat. Nem inganak meg és nem keresnek kifogásokat, hanem mennek előre. Azt mondják, hogy a csúcsra nem vezet lift, meg kell mászni azt a kurva hegyet. Ötös az empátia. Minden ember egyenlő, viszont nem egyforma. Mindig megpróbálok úgy segíteni, ahogy a másik ember számára ez a legjobb, de észszerű határok között. Nem szeretnék senkinek az udvari bolondja lenni. Meggyőződésem, hogy ennek az értékrendnek nagy szerepe volt abban, hogy becsületes munkával el tudtam érni azt a szabadságot, ami sok embernek csak ügyeskedéssel és más emberek megrövidítésével sikerült. Az én példám bizonyítja, hogy létezik becsületes út is. Ha azonosulni tudsz az elhangzottakkal, akkor én vagyok a te embered.